Jó reggelt! Harmadik nap ma. Mára nincs terv, csak mondjuk fodrászhoz. Utána lehet, hogy mondjuk abba a cukrászdába. Mi a neve? Daubner? Nem tudom. Budán. Mindenki nagyon ajánlotta. Mika, a rózsik is mondtak, hogy nagyon jó. Igen. Reggel beugrunk a doppióba, egy kávéra. Pont itt van. Ja, pont itt van, Vácin. Ja, oké. Kezdjük a napot. De várjál, mi augusztusból akarunk menni, nem? De mi akarunk ma a doppióba először? Mi nem ma akartunk augusztusba menni? Nem, mi akartunk ma abba. Jó reggelt. Vlognap. Ezt nézzétek. Rossz. Igen, az olyan, mint a, az olyan, mint a cigány pecsenye? Igen. A Gypsy. Igen. Ott. Igen. Oh, ott az én kedvencem. Schnitzel. Beef stew. De én csináltam sért is most. Italok. Bejövünk a koktélra. No. A doppio. Eat and drink. Ilyen hosszú most a hajam. Például megnézik, hogy... Túl hosszú. Én szoktam felgöndöríteni. Ilyen mermaid. Hátszal csak kék lenne. Valami jó ebben a napban. Beérkeztünk Daubner cukrászdába, és nagyon sok ember volt, viszont nagyon jó sütik voltak, elég jó árba, ahogy most fogjátok látni, hogy nagyon-nagyon nagy sor volt, kb. Egy 40 perc álltunk sorba. Mentem vágatni hajam, és úgy nézek, mint egy gomba. Emlékeztek, milyen hosszú volt a hajam? Vettünk cuccokat, nagyon sok mindent, hogy ne jöjjünk még egyszer. Elég olcsók voltak, és mindenért fizettünk 9116 forint. És a pogácsa még forró. Két dollár alatt egy torta. Ilyenek a pogácsák. Ez milyen puha, mint a tehetőre. Nagyon puha. Köszönöm azoknak, akik ajánlottak.
Ez nézd milyen puha, mint ez a... Ez milyen? Peli, ez burgonyás. Oh. De milyen puha, mint a vajgumi. Ez nagyon jó. Finom, nagyon jó. Van ilyen. Szerintem ez oké, nem jó, de hideg. De ennek hidegnek kell lenni a sajt. Hogy egy Kali megvette minden kifi, ami maradt. Honnan akartam, Kaliforniából repültem ide. Egész tengeren keresztül. Milyen puha. Hogy megkóstoljam a mákos kiflit. De majd mi jön? Erre nem kértem mindent. Olyan omlós, friss. Milyen puha. Ez akkorában ilyen kemény már. Nagyon jó. Nem sajnálják a tölteléket. Nem. De ez a pogácsa, ez csúcs. Vettünk pár tortát. Pár. Mámás. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Ott van kókusz szelet. Van valami kapucinus. Ez egy mokka. Mokka. Ez a kókuszos szelet, ez eperkrém, vagy mi az? Nem, ez valami csokis? Málnás. Csokis. Akkor a csokis málnás, ez záker, ez retro, ez olyan, mint a dobos torta, ez eszti, Eszterházi. Ez egy erdélyi gyümölcsös túros, ez túros barackos, ez málnás túros, és ez a... Ez málna, vagy mi az? Málna. És ez egy... mi az? Ez itt van, az első dolog, amit láttak. Ja. Oké, szóval a kókusztorta nagyon jó, olyan, mint a kókuszgolyó. Az a kávés fagy is, vagy torta is nagyon jó. Moka. Moka. Nagyon fogja, amit nagyon fogja, ilyen meglepetés. Aztán ez, ez a csoki, jó, csak egy kicsit málna, savanyú magok, sok mag. De nagyon jó. Ezt szokottam el kell kóstolni. Nem ismerek, mert fájt a gyomra. Ennek a csokinak vékonynak kell lennie. Nagyon nehéz vágni, nézd meg, próbálsz vágni, szétnyomsz minden. Ennek kell vékonynak lenni. Nagyon vékony. Az íz oké, okay, de... Aztán ez is elég finom, de ez nagyon finom. Savanyú már ott az a része. Uh-huh. Nekem ez a barackos nagyon íz lett. Ez nagyon jó. Olyan, ez még ez vennék, tuti vennék. Még a csoki, még a mokka. Én azt a mokkát nem vennék még egyszer. Próbálik valami más, jönnék ide hamarabb. Mi jöttünk ide 5-kor, mások minden nincs. Úgyhogy nem vennék még egyszer. Ez elég jó, viszont az alja nehéz törni ennek. Hogy tudsz ezt enni? Mit? Nem tudsz eltörni. Majd megnézem, hogyan. Úgy finom torta, de egyszerű torta. Semmi. Finom. Semmi volt. Ez még ez nem. Okay. Ez még egy maradt. Már is várják, hogy vegyem be. Finom. Nem akarok az a punch cake. Nekem itt eddig az jött be a legjobban. Nem? Pedig szerintem nagyon jó. Nem. Jó, diós íze van. Diós íze van, de nem. Szerintem majd, nagyon. Majd holnap augusztusban eszel, és majd megnézem. Úgy, lehető, de... Ez mi? Harmadik nap. Dolgozok. Túlvilágos. Vittópióba. Koktél, vagy valami kajár. Már meglátjuk. Utána a tetováláshoz, és Torinával. Ilyen rövid lett a hajam. Ideig ért,
És ilyen gomba kinézet. És ez a hátsó része. Szóval ez úgy az eleje. Halihó! Jöttem! Itt vagyok, ragyogok! Jöttem a koktélokért! Oké, szóval adnak ilyen kóstolót, ez a spicy chicken, ennek a bundájában van, mi az a szezámmag, és a szósz, ami jön hozzá, benne látok mustármag. Olyan jó, ilyen majonéz irata. Ne fogasd! Jó. És a hús puha. Nem csípős. Vagy ez csak én, nekem van nagy tolerancia. Ez nem olyan, szóval ne féljetek ettől, ez nem olyan csípős, hogy a halapenyő van benne. Nagyon jó, ropogós. Szép. Nem csíp. Fehér hús. Készítenek nekem egy wrap, mint a csirkehús. Ilyen sok hús használsz hozzá? Csak neked. Sajt. Saláta. Most jön a csirke. Ez nagyon sok. Szinti konyhája. Akkor... Cheddar. Akkor ti így csináltok, mi az, hogy delivery magyarul? Házhozszállítás. És ez hogy működik? Hát úgy, hogy jön a Volt. Ó, Volton keresztül, oké. Volton keresztül. A Volt az itt egy ilyen telefon app? Igen. Oké. És akkor ezt így most megfogom. És akkor megpróbálom jól feltekelni. Oké, szóval úgy néz ki, mint egy burrito. De itt észre vettem, hogy itt ez a tortilla más, mint nálunk. Mert itt látok benne... És ez még teljes kérdés ez... a tortilla. És most felmegítesz. Ide teszem. Szépen megszik. És beteszem a sütőbe. Az egy ilyen pizzasütő. Igen, ugye? Kemence. És most ott a kajám. Kész van a chicken wrap. Csirke wrap. Nagyon jól néz ki, és mégis lett ropogós oldalt. Mellette egy ilyen muszáj inni. Nézzük csak milyen. Hogyan marináld azt a csirkét? Fokhagymás. Csak fokhagymával? Nem tettél rá paprikát? Nem. Olyan piros lett, olyan szép piros lett. Jó, megsült, nem kapott. Nagyon jó, nagyon sok töltelék. Kéne még bele halapenyó. Nagyon jó lenne. Csípős? Lehetné, azt is kérni, hogy egy csípősen van. Igazából. Ez majdnem kész van, nézzétek milyen szép arany színek. A gomba és a cukini. De szép. Ilyen aranybarna és olyan ropogósan néz ki. Valaki nagyon szerencsés, hogy ezt fog mindjárt enni. Oké, szóval az aljára egy rizs és kukorica, és ez...
mehetsz. Ez olyan, mintha vegetáriánus. Vegetárián, igen. Nem vegan, mert van benne tojás, ugye, bugán. Igen. Szóval vegetáriánus, de ez elég jó nagy adag. Igen. És ehhez még jár egy palacsinta és egy üdítő is. Mennyibe kerül? Ez 2500 forint, 7 euró. 7 euró. Ja, nagyon jó ár. Ilyen sokért. És akkor adom oda az Aninak, aki még becsomagolja. Itt van Szinti konyhája. És így be is csomagolják. Igen, hogy nehogy kiessen, pont ezért, hogy kiugrál. Igen. Gondol egyet és ugrik egyet. Ah, szóval ez alkoholos üdítő jön vele. Igen, most van jön. Még jobb. És ez bele. Ráteszem a matricát. Hol van? Oké. Okay. Ah, megvan. És mehet az embernek. Két üdítő. Nem beletek egy szemezkét is hozzá. És elhozzá két palacsinta. Meg egy szósz is a cukkinihez. Oh, wow, milyen sok aja. It's ready. Itt rányomom. Kész. És már jön is érte a futár. Tök jó. Ennyi. Itt van tányéron. És ez már is sokkal jobban néz ki, mint dobozon. Nagyon ropogós. És az a szósz nagyon, nagyon jó. Ajánlom kipróbálni. Jó, itt vágyat? Na végre itt van az igazi magyar pálinka. Öncsél! Jaj, van meg ez a kis korán reggel. De már ebédidő van. Ja, ennyit kapsz, többet nem. Oké. Okay. Kicsi vagy.